Mártír megemlékezés a zsinagógában, megújulnak a szegregátum főbb útjai, megyejárás, 3 éve főznek a kukták. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 22-én 18 óra 5 perckor. A karcagi izraelita hitközség a zsinagógában tartott mártír megemlékezést, ahol Csillag Barnabás, a karcagi zsidó hitközség elnöke köszöntötte a megjelenteket. A karcagi izraelita hitközség a zsinagógában tartott mártír megemlékezést, ahol Csillag Barnabás, a karcagi zsidó hitközség elnöke köszöntötte a megjelent túlélőket, hozzátartozókat, emlékezőket, a társ egyházak képviselőit, Molnárné Győri Erika óvodapedagógus hegedű játéka után. Minden évben szeretném emlékezetessé tenni a mártír megemlékezést, és idén rendhagyó módon felkértem Molnárné Győri Erikát, hogy egy zeneművet játszon el a megemlékezés kezdeteként. Ez a Schindler listájának című főcímdala, film főcímdala, és sikerült emlékezetessé tenni szerintem, mert nagyon magával ragadó volt az előadás. 78 évvel ezelőtt, 1944. június 18-án a karcagi gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. A holokauszt során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi testvérünket gyilkolták meg, mondta az elnök, majd gyertyát gyújtottak a jelenlévők. Az elsőt Ehrenfeld Sándorné, karcag legidősebb holokauszt túlélője, a másodikat Feig János, szintén holokauszt túlélő gyújtotta meg. A Herskó család képviseletében a harmadik gyertyát Károly Józsefné, Herskó Éva gyújtotta meg, majd F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester és Dajcs László főrabbi is gyújtott egy-egy gyertyát, emlékezve az áldozatokra. Ez hagyománnyá vált Karcagon, hogy minden évben a Mártír megemlékezésen az áldozatok emlékére gyertyát gyújtunk. Idén elsőnek felkértem Ehrenfeld Sándorné Zsuzsa nénit, aki Karcagon élő legidősebb holokauszt túlélőnk, hogy gyújtsa meg a gyertyát. Időskorára és egészségi állapotára való tekintettel rendhagyó módon megint odavittem személyesen a gyertyát neki a padba, és Zsuzsa néni meggyújtotta. Ezzel indult a megemlékezés, ezt követően megkértem Karcagon élő holokauszt túlélőt, Fejgöcsit, mi csak öcsinek hívjuk, Fejgöcsit, hogy gyújtson egy gyertyát, ő is eleget tett a felkérésnek és meggyújtotta a gyertyát, és a Herskó család nevében pedig felkértem Károly Józsefné Herskó Évikét, aki már jelenleg nem Karcagon él, de még szíve szintén Karcagra húz, hogy gyújtsa meg a harmadik gyertyát. A negyedik gyertyát F. Kovács Sándor úr, térségünk országgyűlési képviselője gyújtotta, az ötödiket Szepesi Tibor polgármester úr, és a hatodikat a szokásainknak híven főrabbi úr, Dajcs László főrabbi úr gyújtotta. A gyászszertartáson közreműködött még Szilágyi Gábor kántor, az áldozatokról megemlékezett Szepesi Tibor és F. Kovács Sándor is, majd a zsinagóga előcsarnokában a kádis elmondása után a jelenlévők mécseseket gyújtottak az emlékfalnál a 446 karcagi áldozatra emlékezve. Nagyon fontosak ezek a megemlékezések, és fontosak azok az alkalmak is, amikor együtt lehetünk. Próbálunk előadásokat, színházi előadásokat, zenei koncerteket szervezni. Most újra nyitott a zsinagóga, 2 év szünet után újra nyitottuk a kapukat, próbáljuk tartalommal megtölteni majd ezt az épületet. Minden érdeklődőt, minden emlékezőt és minden kíváncsi embert szeretettel várunk. Nyitottak a zsinagóga kapui, nyitva is voltak, és a emlékparkban, elnökök emlékparkjában lévő szobor szimbolikája szerint egy, ami a nyitott kaput ábrázol a zsinagóga, és a hitközségünk mindig mindenki előtt nyitva áll, úgyhogy szeretettel várok minden érdeklődőt. Hamarosan megújulnak a szegregátum főbb útjai. A beruházás topos pályázatból valósul meg. A munkaterületet már átadták a kivitelező cég képviselőjének. A felújítás után nem csak a közlekedés minősége javul, hanem megvalósulhat a zavartalan szemétszállítás is. Hol vagyunk jelenleg, és milyen beruházás valósul meg?
Ahogyan többször jeleztük és beszéltünk róla a testületi ülésen, illetve különböző fórumokon, folytatódnak azok az útfelújítások, amelyek elsősorban a gyűjtő utak rendbetételére vonatkoznak. Most egy olyan pályázatból tudtunk forráshoz jutni, amely a szegregátum, illetve a szegregátum város kapcsolatát hivatott megoldani. Ennek kapcsán, ugye itt állunk a Széchenyi Sugárút vége mellett, ahol a Vasút utcát kezdődően maga a Széchenyi Sugárút fog teljes hosszában és szélességében megújulni, egészen a legvégéig, tehát azon az út szakaszon is, ahol eddig szórt útalap volt, ott is most aszfalt burkolatot fog kapni. Ugye egy gyűjtőútról beszélünk, ahogy az elején is mondtam, tehát nem csak a Széchenyi Sugárútnak a forgalmát fogja ezzel megoldani, hanem természetesen a bekapcsolódó utaknak a lehetőségeit is egy kicsit bővíti, hiszen tudjuk, hogy ezen a szakaszon is nagyon sok bekötő út kapcsolódik a Széchenyi Sugárútra, és utána innen lehet bejutni a városba, illetve a belvárosba, ugye a Villamos utca, a Kinizsi utca, a Déli Báb utca, és sorolhatnám azokat az utcákat, amelynek a forgalmát gyűjti össze a Széchenyi Sugárút, és utána adja tovább a különböző oktatási intézményekbe, hivatalokhoz, piacra, postára, bevásárló áruházakba. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek az utak rendben legyenek, és megújuljanak. És nem csak a déli külvárosi részen, vagy a déli város részen lesz ilyen útfelújítás, hanem az északi város részen is, hiszen ott is tudjuk, hogy a Dózsa-György út az nem önkormányzati út, annak a felújítását majd a közútnak kell megoldani, és ahogy a tárgyalások mutatják, nem olyan sokára bízom benne, hogy az is rendben lesz. De a Dózsa-György út folytatódik tovább, tehát természetesen azokat az utakat is rendbe kell tennünk. Ott is azokat az utakat, amely gyűjtő utak. Tehát a Napsugárút, a Damjanics útnak egy kimaradt eddigi szakasza, illetve a Gyeputat próbáljuk ott is aszfalttal ellátni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy abban a város részbe is be kell jutni a mentőnek, be kell jutni a különböző hivatali és hivatalos autóknak. Ugye a hulladékszállítást nem olyan rég vezettük be, tehát ez is egy nagyon fontos feladatot fog ellátni, ez az útszakasz is. Folytatódni fog természetesen az útfelújítás, folytatódni fognak az útfelújítások. Azok a pályázatok most kerülnek előkészítésre, amelyek a további utakat jelentik, útfelújításokat. És külön hangsúlyozom, hogy elsősorban és első körben a gyűjtő utakat, hiszen a legfontosabb az, hogy amikor egy kisebb utcáról följövünk a magasabb szintű útra, az úgynevezett gyűjtő útra, onnan a forgalom már gyorsabban tudjon haladni. Ez a célunk, ezt próbáljuk elérni. Én azt remélem, hogy záros határidőn belül ezek a pályázatok elbírálásra kerülnek, és tudjuk folytatni a megkezdett útfelújításokat. Milyen forrásból valósulnak meg ezek a pályázatok, és milyen összegről van szó? A jelenlegi pályázat egy toppos forrás, ugye még az előző Európai Uniós forrásból nyerte a város ezt a lehetőséget. Ez egy közel 100 millió forintos útfelújítás. És én azt remélem, hogy ezek a források maradnak. Ugye a következő top pluszos források vannak most előkészítés alatt, és nagyjából hasonló összegekről tudunk beszélni a következő ütemben is. Remélem, hogy akár még növelni is tudjuk ezt a pályázati forrást. Ezért köszönjük szépen. Köszönöm. Miért fontosak a körzetben az ilyen jellegű fejlesztések? Valóban így van, nagyon fontosak, és minden fejlesztésnek nagyon örülünk. Annak is, ami a területen különösen, annak is, ami a városban, hiszen valamennyiünknek a városban élőknek, ideérkezőknek a életminőséget, a közlekedés feltételeit javítja, és természetesen, ha az embernek a választókerületét érinti, még inkább, és ez annál is inkább, mert felvezető útszakasz, amely ugye jobbra-balra utcaközösségekhez kanyarodik, és ilyen értelemben nem közömbös, hogy az emberek, akik jó rész már nagyon sokan gépkocsival közlekednek, kerékpárral, olyan minőségi utakon közlekedjenek. Arról pedig nem is szólva, hogy a Sugárút vége
az útalap minősége, ha jobb lesz és kiépül, a hulladék szállításnál lesz óriási jelentőségű. És ennek nagyon örülünk, és bizakodunk a pályázat eredményébe, és köszönjük az önkormányzatnak, a pályázóknak, és bizakodunk a megvalósításban, jó minőségben. Köszönöm. Miért fontos, hogy a körzetben ilyen jellegű fejlesztések történjenek meg? Természetesen fontos minden fejlesztés a város életében. Ez nem kimondottan az én körzetem, hiszen az én körzetemnek is egy része a déli külvároshoz tartozik. Az Arany János utcától, ha elképzeljük, kelet fel, a vasútállomás fele fekszik az én körzetem. Úgy, mint a déli külváros egyéb útjait, ott is elkészültek valamelyik évben az útalapok. Tehát így most már a rendőrség, a mentő, a tűzoltó, a kukaszállító, mindenki be tud menni ezeken a jó minőségi utakon. Ez viszont egy topos pályázat lesz, ez ennek a gyűjtő útnak, amit így hívunk. Az a lényege, hogy sok utat érint, a Kinizsit, Villamos, Délibáb, Nyár utca, mind-mind itt megy keresztül, tehát ez nagy segítség akár a szemétszállításban, illetve az előbb felsorolt közegek számára, és örülünk, hogy egy jelentős összeggel ezt a pályázatot megnyertük, ez egy topos pályázat, és hát közel 100 millió forintról van szó. Magyarul innen a saroktól egészen a legutolsó kereszteződésig le lesz aszfaltozva az út, jó minőségben és a használatához pedig mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen! Értesüléseink szerint a pályázatnak van egy szociális része is. Mit tud nekünk erről elmondani? Tehát az akcióterületen mély szegénységben élő családok társadalmi és gazdasági helyzetéből fakadó hiányosságok csökkentése a helyi sajátosságok figyelembevételével. Ez a projektünknek az egyik célja, és ezen a szociális részen 8 szociális munkásunk végez olyan tevékenységet a családokkal, ahol együttműködési megállapodásokat kötnek és folyamatos kapcsolattartást végeznek. A szociális részben folyamatosan kerülnek majd megrendezésre különböző programok, aminek a hirdetéseit kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, és vegyenek részt a programjainkon. Civil fórumot tartottak Karcagon. Városunkba ért csütörtökön a miniszterelnökség megyejáró projektje. A Kontakt MKS, mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil szolgáltató központ címbirtokosa által a Morgó csárdában tartott fórumon 10 karcagi és környékbeli településen működő civil szervezet képviselője vett részt. A megyejárásunk célja, hogy tájékoztassuk a civileket a pályázati lehetőségekről, és megkérdezzük őket, ők miben változtatnának a civil támogatási rendszerben, akár a pályázati, akár a digitális oldalon. Fogalmazott Szalai Bobrovinszky Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Civilek mindenben tudnak segíteni a helyieknek, tehát erről szól a civil társadalom alapvetően, de hát ugye nem csak a civil társadalom végeredményben nem csak a segítségnyújtást foglalja magába, de nagyobb részt inkább azt, ugye, hanem a civil társadalom egy nagyon hasznos, hogy is mondjam, társadalmi szervező erő. Tehát itt láttam éppen birkafőző fesztivál, hogy nem tudom honnan jöttek ma birkát főzni nekünk, tehát egy birkafőző fesztivál, egy klasszikus civil rendezvény, ahol az embereket, így mondjam, szabad így fogalmazni, szórakoztatjuk valamennyire. Tehát egyrészt segítünk, más részt szórakoztatunk, már legalábbis a civilek, én ugye nem vagyok az, de hát próbáljuk ezt a világot jól működtetni, megérteni, ugye számos alapot működtetünk, megsokszoroztuk a civil forrásokat azért az elmúlt években, és szerintem ez jót tett a szférának nyilvánvalóan, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól tudjuk működtetni. Most itt is Karcagon ugye több mint 10 civil szervezet összegyűlt, inkább ilyen beszélgető forma, tehát ez nem egy előadás, hanem egy beszélgetés arról, hogy látjuk a civil szféra jelenlegi helyzetét, és hogy milyen jövőbeli megoldásokat tudunk kitalálni. Úgyhogy járjuk az országot, konzultálunk mindenkivel, és próbáljuk a saját munkánkat is jobbá tenni.
Huba Imre megyei közgyűlési elnök arról adott tájékoztatást, hogy a megyei önkormányzat fennállása óta hogyan segíti a civil szervezeteket egyrészt a közösségi élet megélésében, infrastruktúrával és forrásokkal, valamint a társadalmi kapcsolatok építésében különféle rendezvények megszervezésével, hagyományainkra való odafigyeléssel. Utóbbira példaként említette a karcagi hagyományőrzőket, akik közül többen jelen is voltak a rendezvényen. A miniszterelnökség civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Szaladi Bobrovinszky Vince úr személyesen győződik meg arról, hogy a megyében hogyan működnek a civil szervezetek, az a mintegy 2200 civil szervezet, akinek a munkáját mi is elkötelezetten igyekszünk segíteni, hiszen számos olyan civil szervezet működik a megyében, amelyik akár közfeladatot, állami vagy önkormányzati feladatot vállal magára önként, és végzi önkéntes tevékenység formájában azt, ami egyébként nagyon fontos a települések, az önkormányzatok, a lakosság, a kisebb közösségek megtartása érdekében. És azt látom, hogy ennek nem csak önszerveződő formájában, hanem akár gazdaságérinkítő formája is, és ez a fajta egy működési hajlandóság, ami a megyében történelmi távlatokra nyúlik vissza, ez a fajta együttműködési hajlandóság része az identitásunknak is. Összefogja a jászságot, összefogja a nagykonságot, összefogja a tiszazugott Szolnok térségét, és ami az identitásunkból fakad, azt örömmel éljük meg. Az nem teher, az nem fáradtság, és minden segítséget, amit ehhez az egyesületi élethez kapunk, az nagyon fontos, és amit mi is tudunk adni, az pedig még fontosabb. És amit a pandémia alatt, vagy most a háborús veszélyhelyzetben látunk, hogy akár a véradás, az önkéntes véradás, akár pedig az ehhez fűződő szervezett rendezvényeknek a létrehozása, az önkormányzatok célzott közösségformáló rendezvényei, és minden olyan civil kezdeményezés, ami utána sikerre tudja vinni a közösségeket, az érdemes arra, hogy támogassuk a jövőben is. Ma erről kapunk egy átfogó tájékoztatást a megyejárás során, hogy helyettes államtitkár úr milyen programok megnyílására, milyen támogatási keretek kihirdetésére készítheti föl a civil szervezeteket, mi pedig minden segítséget megadunk, akár a pályázatírás során, akár pedig abban, hogy a megvalósításnál éljenek azokkal az erőforrásokkal, amit a megye identitásában felhasználható források, akár támogatási összegek jelentenek. Szepesi Tibor karcag polgármesterétől megtudtuk, hogy a városban közel 150 civil szervezet működik, az önkormányzat intézményi keretein belül működőktől az iskolai alapítványokon, a hagyományőrző és segítségnyújtó civil szervezetekig. A bejegyzett civil szervezetek száma is több mint 100, de ha azokat a szervezeteket is nézzük, amelyek ugyan nem bejegyzettek, de valamelyik önkormányzati intézményhez, iskolához, alapítványhoz kapcsolódva működnek, akkor azt kell mondanom, hogy közel 140-150 szervezetről beszélünk, akik nyilván nem tudnak önállóan pályázni, önállóan részt venni különböző forrás szerzés kapcsán, de azokkal a civil szervezetekkel együtt tudnak működni, akik ebben előjárnak és jeleskednek. Én azt gondolom, hogy nem lehet megkülönböztetni ezeket a területeket, hiszen minden szinten van együttműködés az önkormányzat és a civil szervezetek között, valóban a hagyományápolástól, a gasztronómián, a segítségnyújtásig, ami természetesen nagyon fontos volt az utóbbi években valóban. De azt gondolom, hogy minden terület nagyon fontos az önkormányzat számára, hiszen együtt tudjuk megvalósítani azokat a programokat, együtt tudjuk megvalósítani azokat az elképzeléseket, pályázatokat, amelyeket vagy az önkormányzat próbál gesztorként megszervezni, vagy pedig a civil szervezethez kapcsolódik kvázi az önkormányzat. A lényeg az, hogy ezek a programok, ezek a segítségnyújtások, ezek a hagyományőrzések, ezek itt valósulnak meg a városban, és a városban élőkért valósulnak meg. A fórumon több egyesület alapítvány vezetője elmondta tapasztalatait a szakembereknek a NEA pályázatról, és szóltak a nehézségekről is. Különböző pályázati lehetőségek nyílnak meg számukra, ahogy helyettes államtitkár úr is elmondta, a nemzeti együttműködési alapban vannak azok a források, amelyek a civil szervezeteket kormányzati szinten támogatják, és hát nyilván, ahogy mondtam is, ugye ezen keresztül tudják megszervezni programjaikat. A karcagi birkafőzők egyesülete nevében ifjabb Csontos György, a Hungarikum karcagi birkapörköltet főzte meg a jelenlévő vendégeknek, és Sülyi Károly operetténekes az operett kincsekből énekelt el néhányat. A főzés közben megszerették az egészséges ételeket a karcagi általános iskola
Kovács Mihály tagintézményének Kukták csapata, akik harmadik éve havonta főznek a lovagi udvarban Szatmári János mesterséf és Dedinszky László szakkörvezetővel. A csapat egy minisztériumi felkérésnek is eleget tesz a főzésekkel. A Kukták 3 éve kezdték a főzést Szatmári Jánossal, bár csak ebben a tanévben tudtak a Covid enyhülésével minden hónapban itt lenni. A gyerekek nagyon élvezték, a legérdekesebb az volt benne, hogy olyan ételeket ettek meg, amire elsőre azt mondták, hogy fúj. Az egész ötlet onnan kezdődött, hogy valamikor volt itt nekünk ez a séfecskék nevezetű szakkörünk, amelyik Katinak a sajnálatos halálával véget ért, és akkor Jánossal mi leültünk beszélgetni, és az volt az ötlet, hogy ezt valamilyen szinten, valamilyen formában folytatni kellene. És hál' Istennek nagyon jó partnert találtam benne. Ő mindenben segített minket, az alapanyagokat szolgáltatta, és a gyerekeknél között is volt érdeklődés, és akkor 6. osztályos korában összeszedtem ezt a 8 gyereket, és elkezdtük csinálni. Hát sajnos egy fél év után jött a Covid, egy fél évig nem tudtuk csinálni, akkor nagy lelkesen 7. korunkban megint neki láttunk dolgozni, megint egy fél évig dolgoztunk, megint jött a Covid, megint volt, és akkor végre ez a 8. év volt olyan, amikor már minden hónapban meg tudtuk tartani normál körülmények között ezt a szakkört, de nagyon élvezték, és a legérdekesebb az volt benne, hogy olyan ételeket ettek meg, amire elsőre mindig azt mondták, hogy fúj. Tehát akkor, amikor először csináltunk céklát, nem kellett nekik. Amikor először csináltunk spenótot, nem akartak hozzányúlni, utána meg nem maradt belőle, nem tudtam hazavinni kóstolót. Jól éreztük magunkat minden egyes alkalommal Jánossal. A 8 diákból 3-an szakácsnak készülnek, úgyhogy ez egy igazi pályaorientációs szakkör volt. Ez egy olyan igazi pályaorientációs szakkör volt, ami a gyerekeket erre vezette. A szülőktől nagyon jó volt a visszajelzés, és hát a Péter Bence nevezetű főszakácsunk az otthon már rendszeresen főz. Én majdnem elsírtam magam, amikor egyik nap egyszer beállított egy doboz étellel, hogy Laci bácsi az első körön pörköltem, és azt meg lehetett kóstolni. Nem sokkal rá hozta az első marha pörköltjét, és az első saját maga kütötte kenyeret is, úgyhogy ő nagyon benne van ebbe a dologba. A többiek lelkesek, de Péter Bence szerintem neki ez az élet céljával. A szakkörvezető ősszel nyugdíjba megy, de már van jelentkező kollégái közül, így szeptembertől új csapattal folytatódik a szakkör. Péter Bence ősszel a Varró István szakközépiskolában fog szakácsként tanulni. A Varró István szakközépiskolában fogok tovább tanulni szakácsként, és köszönöm Jani bácsinak, hogy megszerettette velem a főzést, nagyon sok mindent ellestem tőle, nagyon sok bravúros késfordulatot. Megtanultam neki köszönhetően főzni. Először tortákkal kezdtem el dolgozni, aztán jött ugye Jani bácsi, becsatlakozott ugye Laci bácsi segítségével, megismertem, és utána kezdtem el így a szakács foglalkozás felé elindulni, de egyébként cukrász szerettem volna lenni. Hát amit az elmúlt hónapokban csináltunk, azok közül a grillezés, ez most, amit most csinálunk, az nagyon tetszik, mert ugye a szabadban szeretek főzni, nagyon. Minden összeér, itt meg hát egyébként minden más. Szatmári János mesterséf több mint 10 éve vesz részt a közétkeztetésben, ahol azt tapasztalta, a diákok közül sokan nem ismerik a zöldségeket, főzelékeket, mert otthon nem esznek ilyet. Mindig azt mondtam, hogy minden ételt meg kell kóstolni. És mindig azt mondtam, mikor összedaraboltunk egy alapanyagot, megsütve, vagy főzve, vagy másképp elkészítve, mint salátaként, és akkor mindig mondtam, tessék ott a kiskanál, mindenki kóstolja meg. És akkor eleinte mindig a fúj, és akkor utána kezdtem vele foglalkozni, hogy hát ettetek-e már ilyet? Azt mondja, nem. Akkor miért mondod rá azt, hogy fúj? És akkor most meg már oda kialakult a dolog, hogy amit most grilleztünk ételeket, felit már a gyerekek a grill tetejéről elfogyasztották. És azt mondta, hát ők még életében nem ettek ilyen finom céklát, meg cukínit. És igaz, hogy a nevét nem tudta, csak hogy az, de mondom neki, hogy ez cukini. És lényegében így jutottunk el idáig. Például a múltkorában egyáltalán nem kaptunk sem egyik nagyáruházba, sem a másik nagyáruházba salátákat. És akkor azt mondom, hogy sétálok az udvaron, miből is kellene? És itt az udvaron készíteni salátát. Itt volt a petrezselyem zöld, itt terem akkor a menta, meg egyéb zöldségek, és abból készítettünk salátát. És akkor mondták, hogy eszmehetlen finom.
Szóval ilyen egyszerű dolgokra próbálom őket átformálni. Igaz, hogy nem egyszerű, mert hogy a csoportos beszélgetésnél kiderül mindig, hogy hát csak jobb a hamburger, meg a pizza, meg a sushi, meg egyéb dolgok, és akkor mondom nekik, hogy akkor mondd el, hogy készül egy sushi. Azt mondja, nem tudja, csak az, hogy finom. De mondom, hogy itt a magyar ételek, a magyar zöldségek, mondom, nagyon finomak, ropogósak és ízletesek, és ezt próbáljátok fogyasztani. Egy minisztériumi felkérésre a Kunság fővárosában próbafőzések címmel jött a szakkör ötlete, amelyet a kovácsos gyerekekkel valósít meg. A foglalkozáson az elmélet után jön a főzés, ahol közösen készítik el az egységes menüt. Az eleinte fúj, én nem szeretem reakció már a megváltozott. A kukták minden zöldséget megkóstolnak. 8. végére 3 fogásos menüt is el tudnak önállóan készíteni, bár még vannak megosztó ételek, főzelékek, de a séf szerint egyre több alapanyag, így a brokkoli és a cékla is ízlik már a diákoknak. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!